Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t. Megyünk tovább, a guide szerint alapvetően. Szóval, ha minden igaz, akkor New Londo Ruins következik. De hát meglátjuk. Igyekszem majd tartani az ütemet, és úgy felfedezni a mai streambe azt a területet. Nem nagyon olvastam róla, úgyhogy sok meglepetés lesz bizonyára. De hát mindegy, ez van. Sejt Adri. Ja, ez egy kicsit túlzás. De köszönöm, de mindenképp túlzást. Jó, na, akkor folytassuk is. Ha minden igaz. Itt hagytuk abba. Igen. Itt álltunk meg. Most azon gondolkodok, hogy... Nem, nincs Firekeeper szólunk. Na jó, mindegy. Na, elvileg New London Ruins-ba... ha jól emlékszem, a Firelink Shrine-on keresztül lehet menni. Ha nem jól emlékszem, akkor elnézést, akkor majd megnézzük. De alapvetően nekem így rémlik, és itt lefele kell menni. Mondjuk onnan lentről is jöhettem volna erre fölfele. Na, mindegy. Most erre jövünk. Hello Nevermind, szia, szia! Nem kell guide-ot olvasni, ha itt van Nevermind. Jó. Erre már körbenéztünk. Úgyhogy nagyon nem is... Nem értem át a sört. Ma nem sör van, hanem tea. Shit. Fake news, azaz. Na, erre kell jönnünk, vagy nem erre kell jönnünk? Erre kell jönnünk. Csak itt rohadt sötét van. Na jó, nézzük ezt a helyet. Nem tűnik barátságosnak, maradjunk annyiba. Meg mintha már bepillantottunk volna ide, és voltak ilyen szellemek. Csapjak szét valami köcsögöt? Kör... What? De azt szétcsaptam, akkor már tudom. Nem tudom. De abban volt egy item, amit én tudok most használni? Mert nem volt semmi. Ez baj. Meg fogunk halni. Transient Curse. Ah.
Lehet meghalunk közbe. Gondolom consumable akkor. Na visszamegyek akkor. Mintha ott valami lenne. Akkor lehet, hogy nem vettem föl. De miért nem... Jó. Jó, és akkor most már tudok sebezni szellemeket. Nem, esküszöm nem vettem észre, hogy kiesett. Na, hol vagytok? Hello? Ó, oké. Mondjuk olyan sokat nem sebeznek, meg könnyen halnak, szóval nem vészes. Jó, és 5 percig jó. Oké. Ó, ők is dobtak. Shortcut lesz, gondolom. Ott egy füstkapu. Itt egy muslica. Oké. Elment. Ez egy titkos fal. Nem. Egy nagyon meredek csiga lépcső. Jó. Ó. Oh. Ez ugye nem NPC volt. Hát mindegy most már. Piros szeme volt, azért megijedtem tőle. Nevermind, amúgy jó ötlet ez a timer function, csak miért csati pontért? Miért nem ingyen? Ez is egy shortcut. Jaj, hogy ne spameljék? Aha. Hát... Oké. Akár lehetne is értelme. De ennek a shortcutnak most mi értelme volt itt? Lehet, hogy nem is shortcut, csak simán le lehet ide jönni azt. Itt el lehet menni a végére, ahol nem lesz semmi.
Van valahol átugrós rész. Hát én itt csak leesős részeket látok. Mondjuk. Hát egyelőre nem látok itt semmit, úgyhogy szerintem visszamegyünk, mert ott meg lehetett tovább menni. Itt lehet átugrani? Na jó, itt átugrok, és ott itt föl lehet akkor mászni. Ja, vagy itt ugorjak át. Hát de ide minek ugorjak át? Hát ott a lépcső, amin följöttünk. Hát ezen a lépcsőn jöttünk fel. Ott van a mapnak a... eleje? Szerintem igen. Tehát... most ide átugorhatok, csak... nem tudom, hogy van-e értelme. Főleg, ha így le is tudok esni. Itt egy köcsög. Tehát... itt jöttünk be. Szóval szerintem valahol máshol, ha át lehet ugrani, akkor valószínű máshol, mert ennek nem különösebben van sok értelme. Na mindegy, megyünk tovább. Milyen volt a hetem? Hát elég átlagos. Maradjunk annyiba. Nem nagyon történik úgy különösebben semmi. Mit mondjak? Ugye hétfő munkaszüneti nap volt. Jövő hétfő is munkaszüneti nap lesz. Ugye a koronázás miatt. Kedszerda meg a mai nap meg úgy eltelt tevékenyen. Meg most már véglegesült, hogy meghosszabbítják a szerződésem még egy évvel. És szeptembertől gyakorlatilag biztos, hogy oktatni fogok. Hát egyrészt programozást. Valószínű Pythont. Nem, nincs baj vele. Jó a Python. Azt ilyen így magam fogom csinálni. Nyilván... én áll... bár úgy értve, hogy... shit. Lejárt a... shit. Lejárt a cucc. Szóval ott én leszek a vezetőfejlesztő, úgymond. Illetve lehet, hogy nem sikerült bevenni. Na mindegy. Mi jövünk el, jövünk újra. Nem különösebben voltunk messze. Hát mindegy, mondjuk innen is tudunk fölfele menni. Azt hiszem. Na most ez kiderül.
Ez a lift ez lefele visz, nem? Vagy fölfele? A fene sem emlékszik. Ne, jöjjünk itt fölfele. Nem fölfele. Csak eltévedek. Na, hova visz ez a lift? Lefele, nyilván. Szóval, ja. Ne hőrmány, köszi, de... Majd meglátjuk. Mert van elképzelésem, meg... Mit tudom én, ezek bioengineerök, kicsit más. Tehát nem software engineerök. Tehát a bioengineering kurzuson fogok, vagy szakon fogok oktatni. De egy picit más kell, mint a, tehát nem lehet úgy adagolni, tehát nem mondhatom azt, hogy hát ez a osztály, meg generikus, meg mit tudja, ezt nem értik. De köszi mindenképp. Meg azt valószínű, nem, tehát nem biztos, hogy tőled kérném el, hanem Lacitól. Na úgyhogy ez biztosnak tűnik, ezt így a főnököm lepasszolta nekem, mert hogy a főnököm oktatja. És ő nem akarja. Illetve valószínű tiéskedni fogok, az a tanársegéd. Csak nem az a fajta tanársegéd, tehát teacher's assistant tevékenységet fogok kifejteni a főnököm gépi tanulás óráján. Nem, mert már nem a plágium a probléma. Ebben az esetben simán elkérném Lacitól, nagyon szívesen odaadná, én biztos vagyok benne. És annyi, hogy csak odaírnám a nevét meg az affiliation-t és ennyi. Tehát nem erről van szó, hanem más kell. Más hogyan kell csinálni, de semmi gond, mert van, amiből én, hát... Nem abból tanultam Python, mert én sose tanultam Python-t. Hanem amit úgy olvasgattam könyvet, az direkt ilyen data science-es, gépi tanulós jellegű Python bevezető. Tehát pont olyan, ami ezeknek kellene. Hát itt is van a könyv. Hát, ja, Introduction to Computation and Programming Using Python. Hát igen. Tehát computation is főleg a téma. Milyen korosztály undergraduate, tehát a otthoni BSC-nek megfelelő? Igen, a Guttag könyv, jaja. Guten Tag. Az van meg, azt letolom nekik egy szemeszter alatt, azt menjenek Isten hírével. Legalábbis ez a terv, aztán majd a Department Headbang majd megmondja, hogy jó-e vagy nem. Meg a főnököm, bár a főnökömnek szerintem olyan doszt mindegy lesz, hogy én mit csinálok, hogy... Ó, ott vannak a szólók. Innen látom, úgyhogy... Ezt jól lenne fölvenni. Csak itt a borsodi szitu az... gyorsan kialakul. Ki hogy volt? Itt lefele, ugye? Még utána másfele nem tudunk menni. Hát, ezt nem is tudom, hát a legújabb kiadást kéne persze. Azt nyomjuk, mert hát ti is tudjátok, hogy a Python azért az változik sokat. Hát, na, viszonylag. Tehát nem azt mondom, hogy most
teljesen más a nyelv, de azért jó lenne mindig a legújabbat. Ja, ez itt van fönt. Na. Hol voltunk? Szerintem oda is át lehet ugrani. Mi a... V-háznak? Beragadtam. Ó, és megint... Shit. Jó lenne találni ott egy... Egy bonfire-t. Na várjatok. Mert ez így nem oké. Na. Most már kijavítottam. Kéne egy streamer gép. Jó. Ha bekörszölődök, akkor nem kell item. What? Ja, úgy be... Oh. Oké. Okay. Jó, értem. Hát, az a béka halál, az nem... Mondjuk ezek nem sebeznek sokat, csak az a baj, hogy sokan vannak. Köszi, Sedit, ad régen ez most. De nem valószínű, hogy mostanában veszek gépet. Egyelőre nem kell. Reméljük ez így is marad alapvetően. Meg most csak külön egy streamer gépet venni az elég húzós lenne.
Oké. Föntről bökdösnek. Erre... Eltévedtem. Teljesen. Na mindegy. Nem erre jövünk, megpróbáljuk visszaszerezni a szólt. Ott van, ott a szóval. Oké. Tehát így most, mintha mi se történt volna gyakorlatilag. Ja, hogy ez egy szoba volt. Itt egy létre. Hol vezet ez a létre? Egy tető. Ott meg egy sötét alak. NPC? Hello! Igen. Így van. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Kaptunk egy kulcsot. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Hello there. What is the key to the seal is now in your hands. Okay. Tehát akkor ő segít. Oké. Ó, ő árul Transient Curse-t. Ez mi ez a Half Curse Broken? Nem vagyok elátkozva. Ja, ő akkor le tudja venni a békás átkot. Ezek szerint. Ah, oké. Cool. Köszi. Egyet benyomunk most, mert szerintem lejárt. Igen, jó lenne, azért, igen, tehát sokat segítene, hogyha kiírná a... Nem is az időt, hanem hogy van-e. Tehát oda föntre a nyilakhoz kitenni, hogy...
hogy mi újság, de hát na mindegy. Tartsd észbe. Oké, most visszajöttünk ide. Elindultunk erre, csak visszafordultunk. Lehet menni fölfele, eljünk lefele. Itt van egy item. Green Titanite Shard. Oké. Okay. És akkor menjünk visszaföl. Mármint, hogy erre. Jól jönne egy bonfire. Lassan. Mondjuk itt. Vagy egy shortcut. Az még jobb lenne. Egy bow. Ó! Ó! Oké, tudom hol vagyunk. Oké, akkor ezt az ajtót itt ki lehet nyitni? Ezek szerint? Mindjárt megnézzük. Ó, itt ide volt a kulcs. És ez... Ez fogja kinyitni a lenti ajtót. Ezt a rohadt nagyot, amit nem tudtunk. És itt a víz ki fog szépen áramolni. Szuper. Jó. Na, most, hogy kiáramlott a víz, akkor ott lent tudunk jobban jönni-menni, vagy? Jó, és akkor most, ha működik ez a lift, de... Ó, basszus. Jó nagy pecke van. Hagyd már abba. Ez mit csinál? Mit varázsolt ott, láttátok? Jó, arra nem megyünk. Ez így eldőlt. Ide bekukizunk. Ezt mondta a fickó, ugye, hogy itt vannak azok a négy izék. Királyok, vagy mik? Nem királyok, királyok? Four kings? Három, nem négy?
Ez ilyen pajzsa neki. Ez baj. Meghaltunk, ugyanis. Megint batyoghatunk végig. Nevermind, ha csak a HP-ja nagy, az nem olyan nagy baj. Mármint... nem optimális, de... az csak annyit jelent, hogy idő lecsipegetni. De ez egy hasznos info mindenképp. És nem biztos, hogy négyen vannak. Hát már lehetnek többen is, kevesebben is. Tényleg alacsonyabban van a vízszint. Be kéne körzölni. Egy Firekeeper szól. Ez nagyon-nagyon jó. Tényleg lehetne itt bonfire amúgy. Mindig ezzel jövök. Csak nyavajgok. Nem kell meghalni, és akkor nem kell bonfire. A liftet kéne megtalálni. Mert alapvetően az kellene nekünk most. Cursebite ring. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Megnézem amint sikerül kicsit békésebb helyre kerülni. Nem baj, így is jó. Semmi baj. Az mi volt? Ó.
Az mi? Ó, ez ilyen... Fú... De szarul nézel ki. Mi van veled? Hánytál? Fú, basszus. Hagyjál. Azért még kijött egy ilyen. Ha nem egy. Ott volt mögötte, mi? Ez nagyon szomorú. Azt kell, hogy mondjam. Vajon mi lehet ott bent? Költői volt a kérdés, nem kell megválaszolni. Tudnám, hogy merre volt. Betehetném a zsebbe, és akkor nem kéne mindig végig gyomkodni. Na várjatok! Ah! Oh, most már akkor ez a lift is működik. Az tök jó lenne, mert... Főleg, ha ez oda visz. Meglátjuk. Hát nem adózott. Ó! Oh. De odahozott. Na várjatok. Vagy ez nem az? Lehet ám, hogy nem az. Nem tudom. Itt rongált egy másik. Ő, igen.
Itt, igen, itt ez baj. Olyasmi, de nem az, igen. Jó lesz. Előbb-utóbb. Akkor nincsen bonfire ezek szerint. Vagy még nem találtam meg. Nyilván, és nem az, hogy messze van vagy valami, csak... Jó lenne, ha lenne. Az egy remek boss volt. Mókás. Tehát az az, hogy még eszegette is. Akkor az a kérdés megint, merre menjünk. Akkor az a lift az nem oda visz. Nevermind. Jó körülírtad. Még annak is örülök, hogy feltételezed, hogy én ez alapján megtalálom. A kandallós ház kandalló alatti szintjének külső részén. De jöjjünk most erre. Mintha erre még lenne valami. Legalábbis az az érzésem. Főleg így, hogy lengettük a vizet, így lehet, hogy vannak új lehetőségek. Ez volt a kandallós ház. Indeed. Oké. Menjek lefele. Jó.
Oké. Szuper. És ez mire jó? Curse Bite. Curse ellen véd. Na, ott a lift, ami levisz. De itt még tudunk fölfelmenni. Nézzük már meg, hogy itt mi van. Egy item. Meg ugri-bugri lehetőség. Anyád. Na ide gyere. Humanity. Nagyon jó. És ott át lehet ugrani a tetőre. Tető! Átugrottunk. Ott is van item. Te, hogy ez hogy kerül ide? Szevasz. Rare Ring of Sacrifice. Akkor ha rare, az, az jó. Igen, ja. Jól emlékeztem, hogy ez mit tud. Csak innen hogy megyek vissza? Hát, ott nem ugrok fel a szétszentség. Hát, itt le lehet esni. Mondjuk leesni sok minden... sok helyről le lehet. Jó, oké. Tudom, hol vagyunk. Oké. Egyszer itt estem le véletlenül. Valószínű oda-vissza lift. Szóval nem sokára jól fog jönni a gyűrű. Remélem sok-sok béka lesz. Ezeket szeretem. Lift. Lift. Hívd a liftet. Na. Itt haltunk meg még valamikor régen. Arra nem megyünk. Na gyere. Oké. Még így ropognak is a csontok egyébként, hogy járok rajta, hogy... Igen, itt csak erre lehet jönni. Hello? Na gyere! Ez most nem jó, nem jó. De ez a... Itt nem volt füstkapu. Nem erre jöttem.
Pedig határozottan emlékszem, hogy erre jöttem, de lehet, hogy meghaltam egyszer. De itt másfelé... Másfelé nem lehet menni. De fura. Hát csak erre lehet jönni. Na mindegy, akkor... Ide hozott le a lift. Shit. Ezt elrontottam nagyon. Ó, de nem baj, most már akkor... Akkor a lifttel le tudunk ide jönni. Mert akkor másfél már nem nagyon tudunk szerintem. Úgyhogy akkor lifttel... A lift shortcut az most jó lesz. Tehát ott rögtön a... Ahogy odaérünk a szellemekhez. Ott. Azzal a lifttel lejövünk, és akkor elvileg ott is vagyunk. Köszönöm a csírt. Igen, ott láttam, hogy van egy láda, láttam valahol egy ládát itt, hát fönt, még valahol. Hát mondjuk azt lehet, hogy jó lenne megnézni. Na mindegy, ha ez a terület kb. Ennyi, akkor oké. Nem tudom, Shadi Tadri pénteken meddig fog tartani. Meglátjuk. Igazából mehet sokáig most. Ahogy sikerül. Annyi, hogy ugye pénteken, tehát holnap én dolgozok. Szóval amennyit az agyam enged. Ládási item jó lenne. Igen, itt haltunk meg. Hát jó, csak akkor azt meg kéne keresni. Nagyon nagyokat ütnek ezek. Láda alatt van lépcső.
Valami rémlik, hogy hol lehet. Már a maga a láda. Akkor most oda megyünk. Arra is, mintha lehetne még menni. Ah, ne éld meg ezt problémaként, Sherry Tadri. Igazából, ha nem ismered a játékot, akkor nyilván nem tudsz benne segíteni. Ezzel nincsen semmi baj. Hát... lesz. Ott van szembe egy láda. Ott meg lent a lépcső. A kérdés csak az. Ez túl magas, mi? Gyanús. Ugorjak le és kiderül. Leugrottunk. Ők látszódott ott egy perem. De nem a lift visz le. Szerintem oda levisz a lift. És akkor onnan tudunk valonnan fölmenni. Mert akkor azt kéne, hogy ki kéne lenyírni mindenkit. Igen, ezen gondolkodok, hogy egy kicsi lift is jó lesz. Akkor. Akkor megölünk mindenkit. És utána körbejárjuk a területet. Akkor valószínű onnan egy lépcső fölvezet. Legalábbis ez a gyanúm. Úgyhogy akkor megyünk a kis lifttel. Ah, csak már elfogy a körz lassan.
Megnézzük. Szóval ki? Balra. Ki? Balra. Aztán fel. Itt van valami. Egy bátor harcos lelke. Rohadt sötét van. És ott a láda. Nem mozog. Oké. Ó, egy nagyon nagy ember. Ez nagyon szuper. Takeshinek most már kéne ezeket prezentálni. Igen, mert múltkor is vettünk fel egy embert ott azoknál a kukacoknál a lávásba, de szerintem azt még nem adtuk oda, tehát még nem vittük el. Aztán lassan tényleg kéne fejleszteni a fegyót. Na jó, menjünk ide le. Próbáljunk meg itt a haverokat rendre tenni. Akik itt terrorizáltak minket a elmúlt időben. Ja, erre. Az igen. Pff, így bekukizott. Hol van? Ja, itt jön. Na, ő tudott ütni, én nem. Ennyi. Oké, többiek. Ő is följön vajon. Aha. Hát jó. Oké. Oké, lassan megvagy, hol vagyok.
az a nagy... Vagy az nem respawnol? Oh, hello. Hát ez nem hagyja abba, nézd meg. Sétadri, minden sorozat az első résszel kezdődik. Azt kell megnézni, azzal az jelenti azt, hogy elkezdted nézni a sorozatot. Ja. X-Men nagyon jó egyébként. Nekem tehát nagyon-nagyon jó sci-fi. Én nagyon szeretem. Hát majd meglátjuk, hogy a folytatásban mi lesz. Hogy lesz? Ez egy titkos fal. Nem. Akkor ez. Nem. Itt a szólunk. Itt van még egy item. Ott is egy item. Nem tévedtem el. Eddig se tudtam, hol vagyok. Igen. Hát ez remek. Oké. Okay. Titanite chunk. Az jó, mert az kell most nekünk majd. És itt meg visszajutunk a kapuhoz. Így van. Na jó, és akkor merre kell menni? Tehát ez a kérdésem. Azt tudja, hogy lassan elfogy a healünk, tehát úgymond véget ér a dolog. Itt lehet jönni fölfele. Igen, mondjuk ez... Ez okvetlenül... Te... Ó! Hát ez remek. Körbe tánciztuk. Oké. Ó, volt ott egy szellem, ugye? Itt a szellem. És nem adta be.
Hát ez remek. És le is mondta. Halló? És elment. Jó. Nincs több healing. Itt egy láda. Lehet unalmas, hogy mindig így csinálom, hogy így körbe táncolom, de ez működik. Oké, na, nézzük, mi van ott a füstkapu mögött. Egy lépcső. Te ugranál? De ez mi? Hát itt nincs semmi. Ó, Istenem. Tehát beraktak egy füstkapu mögé semmit. Vagy rosszul látom? Tehát miért raktak be... Tehát egy füstkapu mögé miért raknak be egy lépcsőt, amin ha lemész és leugratsz, meghalsz? Tehát... Jó, hát ez lehet, lehet, hogy igen, mi ez, aki úgy volt vele, hogy... De nem hiszem, valami ott van. Utolsó. Mondjuk tudunk venni, de... Az volt a boss, de akkor miért haltunk meg? Mármint... Nem volt rajtam a gyűrű. De melyik gyűrű kell ahhoz?
Merre? Erre. Vagy nem erre? Shit, shit, shit. Nem erre, erre. Tehát oda le kell mennem és fölvennem a gyűrűt. Jön az egész banda. Jaj, nem jó. Nem erre kell jönni. Tehát tegyük fel a gyűrűt. És melyiket? Covenant. De olyanunk nincs. Az baj akkor, nem? Covenant of Artorias. Darkroot Garden Boss. De a Darkroot Garden Boss az nem az a pillangó volt. Great Grey Wolf Sieve? Akkor nem. Ma akkor oda kell mennünk. De ne... Hát akkor először azt, őt meg kéne ölni. Ja, akkor az kimaradt. Oké, Darkroot Garden. Az elérhető innen. Ja. Ha megnézzük, megnézzük. Én azt hittem, hogy ott a pillangó a főnök. Darkroot Basin. De erre egyszerűbb, nem? Hogy is? Tán erre. Ugye itt vagyunk a Valley of Drakes. És erre. Csak itt dodzsolni kell a sárkányt, meg azokat a izéket. Weaverneket. Azt hiszem. Igen, de hogy nem mentünk el a főnihez a Darkroot Gardenbe? Meg akkor az hol van? Tehát... Nem, még mindig gyengék vagyunk hozzá. Ami persze fura, de... Hát ez van. Mondjuk Darkroot Garden...
Mert a warpolhattunk is volna, nem? Na mindegy. És akkor a hidránál, ahol a hidra volt, van egy létra. Ugye ez lesz ma a Darkroot Basin. Hát... amúgy föl is mehetünk. Most azon gondolkodok. Mert ugye... hát mindegy, a hidrát már lenyomtuk. Szóval ez nem fog gondot okozni. És akkor valahol itt balra lesz a létre. Gondolom. Mintha lett volna valami. Hát... Nope. Az a baj, nem látom. Oké. Hát, na jó, de az, hogy a boss-t hogy nem vettük ki, tehát hogy... tehát a Darkroot Gardenen végigmentünk. Ezek szerint nem, akkor. Itt... na ez nem rémlik, ez a rész. Akkor ez már egyből a bosshoz vinne? Nem emlékszem erre a részre.
Ez egy remek hely egy ambusra. Ambus Attila. De fura. Mint ilyen láthatatlan falakba megakadnék. Oké. Ott fölvillant egy open. Megint. Nem fura valami. Meg egy reloadot. Hát lehet, hogy az kéne. Léket kapott a memory? Hát ez kellemetlen. Hát. Kérdés, hogy a mentést megcsinálta-e? Mindjárt csak. Ki kell killelni. Aminek nem örülök.
A kill az sose jó. Na hát, reméljük, hogy... Még egy lódot megnézhettem volna, hogy mikor mentett. Hát remélem nem Nevermind. Annak nem örülnék. Érdekes. Erre nem számítottam, hogy őszinte legyek. Az Nevermind, így van. És még most is megy. Ott megy a Jedi Survivor, a... nem is tudom... Dead Island 2, és mindig mindenki azt kérdezi, hogy jól van optimalizálva. Persze. Mire? Mert PS-re tudsz optimalizálni, meg Xbox-ra. De PC-re nem. Ez esélytelen. Hát a Darkroot Gardenben volt egy mentés. Úgyhogy akkor... Volt Nevermind, igen. Szóval akkor elvileg... Elvileg elmentette. Tehát találtunk egy ládát. Azt lehetett volna kinyitni. Jó, semmi gond. Menjünk tovább. Nem történt semmi. Mint hogyha nem töltötte volna be ott fönt a pályát. Tehát konkrétan nem a textúrát, vagy a, hanem konkrétan a pályát nem töltötte be. Vagy nem tudom. Hát mindegy, érdekes. Oh.
Hát az a Collision ott volt, csak... Hát nagyjából, mert azért tudtam jönni-menni valamelyest. Na mindegy, menjünk újra, semmi baj. Látjátok, előfordul ez a legnagyobb fejlesztőkkel is. Tényleg nagyon fura volt. Pedig ezek a létrák, meg liftek, meg ilyesmi, ez... Jó, hát amellett, hogy nyilván játékelement, arra is kiváló, hogy ilyenkor lehet tölteni. Ilyenkor mehet a loading. Na. Szóval... Itt vagyunk újra. Á! Ő se volt itt eddig. Ez mi a jó ég? Most erre mit mondjak? Oké. Okay. Éhes óriás vombat. Hát igen. Giant Cat. Hát segít Adrián, az összes macska ilyen. Ha úgy van kedve, ne gyere közelebb, mert meghalsz. És általában ilyen a kedve a macskáknak. Majd ő jön, ha akar. Csak azt lenne jó tudni, hogy kell megölni. Hát nem így. Tegyél le! Oh,
És akkor megint battyoghatunk vissza. Három van, nagyon jó. És respawnolnak, gondolom. Miért ne respawnolna? Mondjuk az lenne a... Még a... Ami így kellene, hogyha egyszerre jönnének. Nem respawnolnak? Na, hát akkor... Akkor haladunk előre. Jó van. Na, itt vagyunk megint. És ott van egy gombás... gomba haver is. És egyszerre jönnek. Na, nevermind, ez egy jó F, amúgy. Ez egy jó F. Put these foolish ambitions to rest. Várom már nagyon egyébként a DLC-t. Elden Ringhez. Jó, hát még ki tudja mikor jön, ugye nem mondták. Dátum még nincs. De az biztos menő lesz. Meg szerintem rohadt nehéz. De majd meglátjuk. A Dark Souls DLC-k általában eléggé oda vernek, tehát... Last of Us-t folyamatosan javítják. Egyébként annyira nem tragikus. Sőt, szerintem az én gépemen tök jó futna. De... Hát nem tudom, meglátjuk.
Még egy kicsit várnék vele. És ezek itt vannak egy rakáson ráadásul. Szóval... még egy kicsit szerintem várjunk vele. De most mi történt? Hogy DLC előtt újrajátszás? Hát szerintem nem. Szerintem nem. Mert azzal a build-del akarom végigjátszani a DLC-t, amink van. Mondjuk ott meg kell néznem, hogy pontosan milyen save game-mel hagytuk abba, meg hogy is hagytuk abba. Nem tudom, hogy lesz jó, meg mint lesz jó, mert ugye nem tudom, hogy a DLC az milyen. Tehát, hogy pontosan hogy kell majd a DLC-vel játszani, hogy kell kezdeni, meg ilyesmi. Ugye ez, hát amit én tudok, ugye a Bloodborne-ba nem sikerült túl jól, vagy hát rosszul se, csak ott ugye aki elindított egy New Game Plus-t, az igencsak megszivatta magát, mert na mindegy, az úgy elég furán működött. És ugye Souls game-eknél ez tényleg ízés, hogy elindítod a New Game Plus-t, akkor ugye a DLC is skálázódik. Tehát a DLC, enemik, bossok, minden. És a Bloodborne-ban az volt a gond, hogy kellett fejlődni vagy 20 szintet, hogy egyáltalán el tud kezdeni a DLC-t, mert nehéz volt. Tehát még egy ilyen erős full build-en is kellett, vagy 20 szint még, hogy lehessen játszani. Ezért fogom én is újra játszani a Bloodborne-t egyébként többek között, mert én is elindítottam egy New Game Plus-t. Mert anélkül semmit nem tud csinálni. Tehát véget ér a játék, és visszadob a menübe. Na mindegy, szóval tényleg kérdéses, hogy milyen lesz maga a DLC, tehát hogy fog kinézni. Hogy kell vele játszani. Mert nem akarok New Game Plus-t indítani. A New Game-et meg nem tudom, hogy mennyire zavar be, vagy mennyire nem. Úgyhogy szerintem el leszünk Dark Souls-okkal addig, amíg jön a Elden Ring DLC. Azt tudom, hogy PC-n tudom backupolni a mentést Elden Ringhez. Ezt tudod, trükköztünk is vele, hogy meglegyen a All Achievement. Szóval, mert ott ugye a boss fight előtt kiszedtük a mentést. Nem is a boss fight előtt, bocsánat, az ending előtt. Ending előtt kiszedtük a mentést. És megnéztük a majdnem az összes, egyedül a izé endinget nem tudtuk megnézni, ugye a... Frenzied Flame endinget. De én azt utána külön megnéztem. Mert ahhoz... kellett extra dolgokat csinálni.
Hát becsízeltük őket. Szóval megvan az a mentés, ami az ending előtt van. Tehát amikor már lenyomtuk a végső bosst és csak be kellett kattintani, hogy mi legyen. A Frenzied Flame-en kívül minden ott van. Esetleg még visszamehetek, és akkor lehet, hogy a streambe meg is nézzük. Hogy megnézzük a Frenzied Flame endinget. Mert miért is ne? Ugye azt le is tudjuk magunkról szedni, mert hogy ugye a Kruszi izét is, micsodát is megöltük. Na mindegy, lehet, hogy ezt megnézzük streambe majd. Frenzied Flame-es endinget. Ugye azért vissza kell menni. És az elég nagy szívás. Mi kell a tűje? Igen. Na. Most itt a pálya. Alapvetően. És itt a fák miatt nem tudtunk menni. Oké. Ha, hát igen, ide nem jöttünk fel. Ez egy rohadt nagy terület. Hogy nem jöttünk ide fel? Paradontax, így van, Paradontax, az ő kellett hozzá, jaja. Ja, itt voltak a macskák. Jó. Igen, van láda is. Valahol erre volt. Ezt tudom, hogy itt jöttünk sokat erre. Igen, ezt is láttuk, hogy itt a pálya széle. És utána mentünk arra. Mentünk arra. Én itt ezekkel a gombákkal most, ha megengeditek, nem foglalkozni különösebben. Ó. Oh. Oké. Okay. Hát persze kivéve, ha belém kötnek, mert akkor az más. Azt tudom, hogy itt jöttünk sokat. Igen, ez a lé... Ah, várjál csak. Itt van mögötte szerintem. Itt voltunk, igen. Stone páncél. Hello. Hűha. De ennyi helyet itt nem fedeztünk fel. Ne szívassatok már. Hát ez milyen dolog? Ez a trió már... Hát, én nem tudom. Én nem emlékszem rá. Tehát én sima... Ez mi volt?
Meg fogunk halni. Az milyen heavy roll volt? Ja, meg is haltunk. Jó. Oké. Okay. Nem trió, igen. Többen vannak. Jó, ide vissza kell jönnünk. Ez kétségtelen. Viszont ma meg kell állnunk, mert már este van. Hát, ez furcsa, hogy kimaradt. Crown of Forest Protectors, 6-an vannak, jó. Nem furcsa, hogy ez kimaradt. Na mindegy, többet kéne guide-ot olvasnom. Szerintem hétvégén leülök, és akkor tényleg átbogarászom most már, hogy mi van, mert ez így nem állapot. És akkor nyomjuk. Holnap itt folytatjuk, megnézzük akkor ezt a területet, meg akkor megnézzük ezt a boss-t is, és akkor utána megyünk vissza ahhoz a bosshoz, ahol kell az item, amit ez a boss ad. Na mindegy. Köszönöm a cheert, és köszönöm a figyelmet. Holnap akkor Sure Souls. Kicsit később a szokásosnál, mert munkából érkezem, és hát abban mindig benne van egy kis csúszás. Úgyhogy én most azt mondom, hogy 8:30. Remélem, hogy 8:30. Jó. Holnap meg majd még kiadjam, hogy mi legyen a szombati program. Játék lesz, hát ennyi Dark Souls egymás egyé, hát nem biztos, hogy jó, úgyhogy lehet, hogy kicsit lazítunk egy kis Terranillel, de majd meglátjuk. Beszélünk majd róla. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a cheert. Ismét, és köszönöm a segítséget. Na, holnap folytatjuk, addig is legyen kellemes estétek, és kellemes hetetek. Sziasztok!